Június végén megkezdődik a távhőrendszer bővítése Kecskeméten. A fejlesztés keretében a szennyvíz tisztító telephely mellett épülő, megújuló energiát hasznosító biomassa fűtőmű megvalósításával együtt közel 6 km hosszúságú két új gerincvezetékkel bővül a Kecskeméti távhőrendszer. Ez a Kecskeméti távhőszolgáltatás eddigi történetének legjelentősebb bővítése, egyúttal a hazai távhőszektor jelenlegi legnagyobb beruházása. A fejlesztés több mint 40 ezer ember ellátására lesz pozitív hatással a Termosztár Kft. projektjével a megújuló energiatávhő termelésbe való bevonásának köszönhetően mintegy 70%-kal csökken a távhő földgáz felhasználása, ami tovább erősíti az ellátás biztonságot. Emellett olyan új körzetekben válik elérhetővé a klímatudatos távhő, ahol ugrásszerűen megnőtt erre az igény. Annak érdekében, hogy a vezetéképítés a lehető legkisebb mértékben érintse a közlekedést, a munka jelentős része a forgalom szempontjából csendesebb nyári időszakban történik. A kivitelező Terra 21 Kft. az első ütemben a kivitelezést két helyszínen, a Nyíri úton és az Irényi úton párhuzamosan kezdi meg. Fontos információ, hogy a Nyíri úton nem jár útfelbontással a munka, vagyis nem érinti az autós forgalmat. Az Irényi úton pedig csak két-két napig lesz szükség félpályás lezárásra, ettől eltekintve végig két sávon haladhatnak majd a járművek. Az első ütem megkezdése miatt június 22-től a Géza körúttal párhuzamos, a rendelőintézettel szembeni köztelő lezárják, az autósok a kórház telephelyén található ingyenes és fizetős parkolót egyaránt használhatják. A Termosztár Kft. és a Terra 21 Kft. munkatársai is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb idő alatt befejeződhessenek a rendszerbővítéssel kapcsolatos munkálatok, mondta Horváth Attila, a Termosztár Kft. ügyvezető igazgatója. A munkálatokkal kapcsolatos további információkért érdemes ellátogatni a www.termosztár.hu weboldalra.